1919 is fordulatokban gazdag év volt Magyarországnak és a világnak is. Például megalakult, majd megbukott a Tanácsköztársaság. Párizsban megkezdődtek az első világháborút lezáró békekonferenciák. Horthy Miklós bevonult Budapestre, a magyar irodalom pedig elveszítette Ady Endrét és Csát Gézát. De ugyanebben az évben született Edmund Hillary, a Monteverest első meghódítója, és Szabó Józsefné Papirén, akit 105. születésnapján köszöntött Karcag városa. Igen, hogyha nem volnék ebbe az állapotba, akkor nehezebben tudnám elviselni ezt a hosszú életet. De aránylag egészségileg nincsen olyan nagy baj. Még sokáig így lesz, hogy mindig tudunk találkozni minden évben legalább egyszer. Hát tessék már, hogy kívánni nekem. Ja. Ez nagyon is nagy hosszú öröm. Már, ami eddig lement. Ez is hosszú. Úgy gondolják. Nagyon nagy öröm. Tessék elfogadni tőlünk ezt a kis szerény ajándékot, virágcsokrot, vagy virágot, köszönöm, tortát. És köszönöm, nagyon-nagyon boldog születésnapot terül. Kívánunk. És Karcagváros valamennyi lakosa nevében. Köszönöm. Így van. Kérem a jó Istent, hogy polgármester urat nagyon sokáig éltesse, hogy még építhesse, szépíthesse a mi drága kis városunkat. Úgy legyen. Köszönöm szépen. Bizony, tessék ez fogadni. Jó lenne. Köszönöm. És természetesen az önkormányzat oklevelét, illetve miniszterelnök úr jó kívánságait is. Köszönöm szépen. Nagyon szereti Viktor. Boldog születésnapot! Köszönöm szépen! Hozzátartozói szerint Irénke néni hallása és látása már nem az igazi. Mindezt leszámítva iridlésre méltó szellemi és egészségi állapotnak örvend. Isten éltesse Irénke nénit!